Újabb párt csatlakozhat a Patrióták Európáért frakcióhoz, a Szlovén Demokrata Párt a néppártot hagyhatja el Orbán Viktorék szövetségért. A szlovén kormányfő Janez Janša ugyanis egy közösségi oldalán közzétett posztban kritizálta a néppártot. A Patrióták már most a harmadik legnagyobb frakció az EP-ben, de elemzők szerint a jövőben tovább erősödhetnek. Emellett az új frakció céljai egybeesnek az európai polgárok választáson kifejtett akaratával. Zoltán folytatja a témát. Köszönöm szépen a 21. század intézet vezető elemzőjével, Deák Dániellel. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az előbb elhangzott békemisszióval nagyjából egy időben történt egy másik, az Európában lényeges fejlemény, mégpedig, hogy létrejött ez az új frakció. Mostanra 12 ország 84 képviselőjével a harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Mi a tanulsága ennek a történetnek, már csak tekintettel arra is, hogy nem is olyan régen még a frakció nélküliség is fenyegethette a kormánypártokat. Ennek kiemelt jelentősége van, hiszen láttuk az elmúlt hetekben is, hogy mindent megtesznek a globalista politikai körök, hogy ne jöhessen létre egy olyan jobboldali formáció, amely szembe megy fontos európai kérdésekben, például az Európai Néppárttal, a balliberális politikai szereplőkkel, vagy például a zöldekkel. Megpróbálták megakadályozni, fontosan láttuk, hogy politikai karanténba akarták zárni ezeket a pártokat, de ehhez képest azt látjuk, hogy gyakorlatilag pár hét alatt a harmadik legnagyobb frakció sikerült összerakni a Orbán Viktornak és szövetségeseinek most az Európai Parlamentben. Tegnap kettő cseh képviselő is jelezte, hogy átül, vagy beül majd ebbe az új frakcióba, és most ugye a sajtóhírek arról szólnak, hogy a korábbi szlovén kormánypárt, amely egyébként a közvéleménykutatásokat fontosan vezetített magas népszerűségnek körülbelül jelen pillanatban Szlovéniában, ez a párt is lehet, hogy csatlakozik az Európai Néppártból, és átlép a Patriótákhoz. Az is egyébként egy érdekes kérdése ennek, hogy az alapító pártok közül a cseh és az osztrák párt is vezeti saját hazájában a népszerűségi listákat, és ősszel választások lesznek náluk, ami pedig az Európai Tanácsban betöltött szerepüket vagy súlyát befolyásolhatja ennek a pártnak. Igen, ez nagyon fontos, tehát nem csak az Európai Parlament az, ami ilyenkor lényeges, hanem az is, hogy az Európai Tanácsban hány politikus képviseli egyébként ezt a pártcsaládot, és tegyük hozzá, hogy ugye Giorgia Meloninak a konzervatív frakciója sem ellensége ennek az új szövetségnek, tehát Giorgia Meloni a napokban egyébként egy nyilatkozatban elismerően szólt erről az új jobboldali frakcióról, megvédte őket, tehát én arra számítok, hogy ez a kettő jobboldali frakció a jövőben szorosan együtt fog működni, tehát nem ellenfelei lesznek egymásnak, hanem sokkal inkább szövetségesei, tehát azért így már jóval 160 fölött van ennek a kettő frakciónak a képviselői létszáma, tehát egy nagyon komoly súlyt képvisel. Olaszország ugye egy fontos tagállam az Európai Unióban, a harmadik legnagyobb tagállam, ott van Orbán Viktor, látjuk, hogy most több helyen is választás lesz a térségben, Ausztria is egy fontos ország, ott is egyébként a Szabadságpárt vezeti a népszerűségi listákat, tehát elképzelhető, hogy ez a párt is kormánykoalíció tag lesz majd, tehát nagyon sok változás várható az Európai Unió politikájában. 2009-ig a brit konzervatívok együttműködtek az Európai Néppárttal, az EPP-ED együttműködés, arra csak, hogy a Giorgia Meloni féle szövetséggel való együttműködés milyen súlyt jelenthet, és igazából ez a nagy kérdés, vagy két kérdés, amit sokan föltettek az elmúlt időszakban, hogy egy olyan pártszövetségben, frakcióban, amelyben a pártok egyébként korábban több más oldalon politizáltak, és onnan érkeztek meg ide, mennyire lehet tartós ezeken az alapokon, és az, hogy jelen pillanatban a harmadik legnagyobb erő, az mit jelenthet majd az Európai Parlament munkájában? Nagyon fontos leszögezni, hogy gyakorlatilag annak vagyunk a szemtanúi, hogy egy nagyon fontos új törésvonal alakult ki az európai politikában, ami egyébként egyre inkább érezteti Magyarországon is a hatását. Tehát sokáig ugye arról beszélünk, hogy baloldali politikusok, jobboldali politikusok, és akkor ez volt a törésvonal, törésvonal mentén határoztuk meg az egyes politikai szereplők. Azonban ezt már meghaladta az európai politika, sokkal inkább a globalisták és a lokalisták, vagy akár más nem, ugye patrióták, így lehet felosztani most már a törésvonalakat, a politikai erőket az európai politikában. Ezért lehet az, hogy például, hogyha Szlovákiára gondolunk, ott egy baloldali szociáldemokrata párt, a patrióta politikai közösséghez tartozik, ugye Robert Fico ugyanaz az álláspontot képviseli fontos európai kérdésekben, mint a magyar jobboldali kormány, és ezért
azért nem fog szerintem konfliktust okozni az, hogyha például más pártcsaládokból érkeztek, vagy akár más ideológiát képviseltek korábban ezek a pártok, mert ezek mind a globalista állásponttal szembe helyezkednek, és fontos európai kérdésekben ugyanazt az álláspontot osztják. Nem csak európai parlamenti választások voltak, hanem magyar önkormányzati választások is, és bő egy hónappal a választás után még mindig nincs hivatalosan főpolgármestere Budapestnek, újra számolták a fővárosi szavazatokat. Hogyan látja az, ami történt az elmúlt egy hónapban a főpolgármester választással kapcsolatban, az mennyire amortizálja a jelölteknek a jövőjét? A friss sajtóhír, hogy az újraszámolás követően nagyjából 200 szavazatkülönbséggel maradt Karácsony Gergely, tehát valószínűleg ő lesz továbbra is Budapestnek a főpolgármestere. Azt hozzá kell tenni, hogy a közgyűlésben ugye nincsen többsége, tehát patthelyzet alakult ki a fővárosi döntéshozatalban. Ez egy nagyon nehéz helyzetet eredményez Karácsony Gergely számára, tehát nagyon bonyodalmas lesz számára a fővárosnak az irányítása, tehát mindenképpen arra számítok elemzőként, hogy egy nagyon nehéz időszak áll, nem csak Karácsony Gergely előtt, hanem egész Budapest előtt, és vélhetően az is benne van a pakliban, hogy Karácsony Gergely nem fogja tudni kitölteni ezt a mandátumát, tehát hogyha nem tud többséget teremteni maga mögé a közgyűlésben, akkor könnyen lehet egy előrehozott választás, vagy akár lemondás is. Deák Dánielnek köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen is.